Egy ismerősétől kapta meg a csaló tűzifárus telefonszámát az átvert áldozat. A korábban már többször büntetett férfi egy fakereskedő kiszállítójaként dolgozott, innen tudott szinte korlátlan mennyiségű tüzelőt szerezni. Az áldozat a 15 erdei tölt tölgyfát akart venni. Ez az egyik legdrágább tüzelő, mert kemény fának számít, ezért jól lehet vele tüzelni. Az erdei köbméter több mint másfélszer annyi, mint a sima köbméter, vagyis 15 erdei köbméterként nagyjából 22 sima köbméter fát kellett volna kapnia a vevőnek. Az általa előre átadott 270 ezer forintért, csak hogy ehelyett alig 13 köbmétert rakottak le az udvarában, ráadásul puha fából. A férfi feljelentést tett az ügyben most született ítélet. A bíróság csalásvédsége miatt szabott ki büntetést a vádlottal szemben, mivel nem a megfelelő mennyiségű és minőségű tűzifát szállította ki a megrendelőnek, ezáltal kárt okozott a sértetnek. Sokan ilyenkor nyáron vesznek tűzifát, mert olcsóbb, mint télen, és még van ideje száradni is addig. A bíróság szóvivője viszont azt mondja, érdemes csak megbízható forrásból vásárolni. Felhívnánk a figyelmet arra, főleg itt a nyári hónapokban, amikor a tűzifát általában megvásárolják a hogy legyenek a vásárlásnál mindig nagyon körültekintőek, és az elszámolásnál is, hogy elkerülhetőek legyenek a hasonló bűncselekmények. A tengelici férfit átverő csalónak most nem kell börtönbe mennie, az ítélet szerint ugyanis próbaidőre bocsájtotta a bíróság.